Sziasztok! Rengeteg új hír van, hosszú lesz, úgyhogy bele is csapok a lecsós vajlingba. Ma, azaz május 22-én indul a TU10 publikus tesztelése PC-n. Természetesen majdnem egész hétvégén ez lesz live-on, szóval érdemes lesz bejönni, kipróbálunk minden újat, megnézzük, mi lesz az új meta. A PTS-nek két fázisa lesz, hogy melyik meddig tart, az a függ a visszajelzésektől is. Maga a client uplay már tölthető, külön Division 2 PTS a, a neve megtévesztő módon. Ma végre valahára megjelentek a patchnótok is, ezért csúszott péntekre a videó, mert magában a State of the Game-ben nem sok konkrétum volt. Amit már most lehet tudni, hogy az új RAID 2 új exotikot fog hozni, plusz kettő érkezik a második szezonnal is kicsit egyszerűsítették az exotikok megszerzésének logikáját. Röviden annyi történik majd, hogy a majdani három raid exkluzív exotikon, a Big Hornon és a kraftolhatókon kívül több helyről eshet minden más, amik eddig csak bizonyos helyekről eshetnek, például a Koyotálarc, azok ugyanúgy kieshetnek majd exotikus ládákból, raid illetve heroic vagy legendary final bosszokból. A kraftolhatóak csak akkor kerülnek bele, ha már egyszer megszerezted őket, szeretnék, ha mindenki végigcsinálná egyszer azokat a mini küldetéseket. Az exotikok megszerzésében is lesznek változások, két heti exotic project is bekerül, az egyik egy bizonyos legendary teljesítése garantált exotik ládáért, a másik pedig egy alapanyag donételős, mint amilyet már láttunk, szintén garantált exotikus ládáért. A PTS első fázisában a fegyverbalansz, a gearset balansz, a nehézség és a PVP egyik része van fókuszban, mondjuk nem tudom, mi lesz a másodikban így, de szóba került például a crafting is, Apropó crafting, a terv az, hogy megemeljék az elérhető maximum rollokat, teljes god roll, ugyanis jelenleg képtelenség, egyetlen start foroghat maxra, több nem, de továbbra is hangsúlyozottan korlátozva lesz, még a buff után is, ugyanis nem szeretnék, ha létrehoznának egy gádro köpködő félkarú rablót. Élesben van a Heal Liga a saját speedrányaival, ez azért fontos, mert a Jupiter küldetés jelenleg bagos, nem lehet újraindítani. Aki nagyon ráér kifarmolhatja az egész mehántot újra, aki lusta, az várja meg a pecset. Továbbra is csak heti 27 pont kell az exoládához, azt meg bőven ki lehet szedni a többiből is. A továbbiakban elhangzottakhoz szeretném megegyezni, hogy a többségük változás trágya, mint minden tesszerver változás, helye az összefoglalóban azért van, mert jól mutatja az irányt, ami felé a fejlesztők haladnak. Kezdjük a vaddisznóval a szobában, a lúttal. Növekedni fog a target lút esélye mindenhol, minden nehézségen, növekedni fog a nevesített darabok esélye a DZ és a target lútban mindenhol. Bekerülnek a vonya exotikok a Bighorn kivételével a target lútróba, és a szokásos Heroic Legendary Raid és Exo Láda kalapba. Kikerül a kontrollpontról a két kicsi láda a szobából, és a nagy növekszik a lút darabszáma. Erre azért volt szükség, mert a kisebb ládák nem vették figyelembe a nehézséget, a sárga viszont igen, a küldetésládák továbbra is lilákat dobálnak, majd ennek a megoldásán dolgoznak, hiszen a kontrollpointon sem megoldás, inkább kiskapu, bár százszor inkább ez, mint a purple rain, végül pedig emelkedni fog Legendary-n, nem többet beténekelni, a veteránok és az elitek droprétje. Kicsit csalódott vagyok, hogy a loot kérdésre egy egyszerű, még több loot a válaszuk, bár igaz, ami igaz, a kevesebb, de jobb minőségű loot egyáltalán nem sikerült nekik, így valóban akár vissza is tekerhetik a mennyiséget az előzőekre. Báfolják a vendorokat is, DZ-ben és Elzében is, nem lesz többet lila item level 40 felett, valamint bekerülnek a nevesített cuccok is az inventoryba, igaz megemelt áron. Összességében báfot kapnak az item minőség terén is, Kesszivel egyetemben. Lootot érinti még a rugók változása, a pecs után garantált drop fog esni mindegyikből, feltéve, hogy meg tudod ölni, és végre nem fognak jönni speed ránk küldetéseken. Szintén utat érint, hogy a maximum 1000 SHD szint elérése után minden szintért ismét járni fog a láda is, ami jó is, meg nem is, mert egyrészt kapunk, másrészt viszont max SHD szinten már sokkal kisebb jelentősége van, mint lenne előtte. Könnyebbek lesznek picit a kontrollpontok is, sokkal nehezebben mennek majd le az officerek harc közben, illetve ha felszednek téged, akkor nem 0% armorral kezd fel, hanem 80%-kal emellé bevallom számomra kis érthetetlen és váratlan fejleményként nörföt kaptak a küldetések, kevesebb elit fog érkezni a Manning a Coney Island küldetéseken, Camp White Oaks, Space Administration, Federal, Wall Street, Liberty, Pathways, Trendy Tanker és a Tumbon is. Az én tippem az, hogy nem könnyíteni szeretnék ezeket, hanem rövidíteni, ugyanis valóban elég hosszú küldetések alapból. A balans és a player power változás röviden annyi, hogy minden buffot kap. Végre nem az m 1 nörfölik a földbe, hanem kivételesen megpróbálnak mindent felbáfolni hozzá. Kisé hihetetlen, hogy talán 5 év után végre megértik, hogy a sorozatos nörfökkel folytogatják a játékosokat, és kiölnek a játékból mindent, ami móka. Az összolt rájfölök 7-15, az LMG 8-12, a sniperek 8-15, a rájfölök 8-12, az SMG 10-30, a sotik pedig 20-23 százalék sebzés buffot kapnak úgy nagy átlagban. Bár elég nagy a szórás ezekben, és az amúgy nagy kedvencek, mint az m vagy a Negev jobbára változatlanok, a buff által lényegesen több fegyver kéne, hogy játszhatóvá váljon. Ugyanígy buffot kapnak a gírszetek is, az ongoing directive rögtön a fegyveredbe tölti a véreztetős skulót, nem pedig a földre hajítja, új backpack talentet kap, ami 50%-kal buffolja a hosszát és 100%-kal a sebzését a bleedednek, és a reload speed is 30%-ra emelkedik. A Tip of the Spearnél nem specfegyó kill kell, hanem már a sebzés is proco, PvP-ben pedig gránát sebzés nem kill, és kap egy új háti talentet, ami növeli a spec sebzést 20%-kal, és növeli a spec ammó mennyiségét. Az észis fő talentja is változik, a poker face állandóvá válik, azaz plusz egy kártyát húzol, illetve minden headshotra is húzhatsz kártyát ezután. Új backpack talent érkezik itt is, ami egy extra lövést ad a bónusszal. A System Corruption 20% ármort javít majd az 50% bónusz mellé, és növeli a sebzést 1%-kal, 5% bónusz ármoronként maximum 20%-ig. A striker mellélövés büntie háromról kettőre csökken, a háti talentje pedig az lesz, hogy egyáltalán nincs bünti mellélövésnél, ami drasztikusan megnöveli a használható fegyvereket egyébként, és a sebzés bónusz is emelkedik 0,5%-ról 0,65%-ra, ami összességében egy körülbelüli 30% sebzés buff. Alig várom, vagy kipróbáljam. Változik pár brandset is, az Overlord két darabos pontossága 10-ről 20-ra, a Douglas Stability és accuracy -e is 10 20%-ra emelkedik, valamint a Fenris Reload Speed és Stability is 20%-ra emelkedik. Érdekes változásom úgy, hogy a Weapon Handling új általában komoly buffot kapott, 10% Weapon Handling ugyanis a jövőben 10%-ot ad majd Accuracy-re, Stability-re, Swap Speed-re, Reload Speed-re egyszerre. Bár elsőre talán az ugrik be, kit érdekel, azért néhány LMG-ből pár ilyen stattal AR sebesség lézerágyú varázsolható. Az újra újratöltés ideje ugyanis direktben rontja a DPS-edet, hiszen a közben nem sebzel. Ha valaki elfáradt, az pauzoljon és hozzon egy pohár italt, ugyanis most jönnek a nyalánkságok, az új cuccok, amiért epedni lehet majd. Kezdjük a két új season exotika. Végre valahára kapunk egy MMR exót, a neve Mantis, az a sáska. A távcsőben extra infót mutat azokról az NPC-kről akik nem téged céloznak. Fogalmam sincs, mit jelent, este megnézzük. Emellett a headshot és a weak point sebzés a nem téged fókuszáló enemik ellen nem plusz 50 hanem másfélszeres, az a szoroz, ez brutális, igazi support sniper set lesz. Emellé a headshot killek csökkentik a decoy skill cooldown és ami még jobb, bevárja, ha éppen aktív, az nem pont akkor kell ölnöd, amikor lent van. Így átgondolva a scope is talán ez segíti, látni fogod ki az, aki nem téged fókuszál, szólóban dikoly csapatban pedig másokat, és szépen lehet szedegetni a népet. Izgi. Kapunk egy új maszkot is, a Wild, amivel státusz státuszefektek extra sebzést is adnak, az össz sebzés pedig az alapgránás sebzésének a fele, bonyolultnak hangzik nem az. Ez a CC bildekben kifejezetten hasznos lehet majd. A másik két exotikus, ami raid mögé lesz zárva, egy dupla csövű soti, a Ravenous, alapból duplátlő. Ha jobb várról lövöd, akkor a találatok sebzés primereket adnak, ha balváról akkor defenzív primereket, és minden találat triggereli az ellentétes prime-okat, a jobb a bal, a bal a jobb, értitek. A sebzés Prime 100% sebzés, és a Max Techről nem írtak, de 10-nél duplázódik, szóval annyi biztosan lehet. Abban az esetben 2000% sebzése a Jézus. Ennyire nehéz a második raid. A Defensive Prime 4% bónusz és 10% sebzés szorzót ad ármor ellen, azaz maximumon 80% bónusz és 200% damage to armor, ami elég durva, ez biztos, hogy nem marad így. A második egy revolver, a Regulus, amivel a headshot kill 5 méteres robbanást okoz, 400% weapon damage-re, és mindenkit véreztet is, valamint alapból is nagyon magas a sebzése. Szerencsére ezek is kipróbálhatok a PTS-en, szóval twitch.tv per danger. Új gírszetek is érkeznek, az egyik skilles az Eclipse Protocol, két darab plusz 15% status effect, három skill és hazard protection, a négyes bónusz pedig az, hogy a státusz effekt alatt meghaló NPC-k, akkor is, ha nem teölöd meg őket, 15 méteren belül továbbadják az effektet az eredeti hossz 50%-ára. A mellény 15-ről 20 méterre és 50-ről 75%-ra növeli az átadás értékeit, a háti pedig 15% sebzés szorzót ad minden státuszos ellenfél ellen. Úgy tűnik nagyszerű CC gírszet és kiváló láncokat lehet létrehozni így szólóban és csapatban is. Kapunk egy Kék tank is a Foundry Balvar néven, a bónuszok 10% armor, 3% armor regen, a 4-es pedig a pajzsra vagy rátkapott sebzés 40%-át visszagyógyítja 10 másodperc alatt. A mellény az 60%-ra növeli, a háti pedig 10-ekről 6-ra csökkenti. Remélhetőleg nem szakítja meg a sebzés ezt, majd kiderül, illetve a cooldown is érdekes lesz. Jön egy healer set is, a future initiative, 15% repair skill, 15% skill duration és ész, 4-es talent, hogy full armoron te és a csapat sebzésedet növeli 15%-a, ha pedig 5 méteren belül gyógyítasz csapattársat, akkor a 60%-át a hílnek te is megkapod. A mellény talent 25%-ra emeli a csapatsebzés bónuszt, ez elég durva, a háti pedig 60-ról 120%-ra tolja a passzív öngyógyítást. Jön egy új DPS gear brand is, 5% weapon damage, 5% damage to armor, és 5% damage to health, 1, 2 és 3 daraboknál. Kíváncsi hogy ki fogja a harmadikat fölvenni, ever. Kapunk pár izgalmas talentet is. Future Perfect, ami fegyveres killekre plusz egy skill -tier ad max. 3-ig, fegyver 6-os skill tíren pedig overcharge adnak 15 szekre, és ennek másfél perc lesz a cooldown-ja. Ezt hibrid buildekben látnom hasznosnak, mert így három sárgával is lehet még overcharge-olni. Egy másik weapon talent az InSync, aminél minden találat 15% skill damage ad 5 másodpercig, Skill használatnál, vagy skill sebzéssel pedig 15% weapon damage-et ad, a sebzés pedig duplázódik, ha mindkét buff aktív. Egy striker drónnal gyakorlatilag majdnem végtelen loopot lehet összehozni, és összességében kb. 30% extra sebzés a drónnak is, és neked is. Elég baszó szóló talentnek hangzik. Új háti talent az adrenalinrás, Ha 10 méteren belül vagy egy NPC-től, akkor 20% armort kapsz, 5 másodpercre, maximum 3 stackig. Chess talent a Headhunter, ami headshot killnél a következő bármilyen állathoz 30 másodpercen belül hozzáadja a gyilkos lövés sebzésének 125%-át, de a maximum sebzésed 1500%-át, ami jól mutatja, milyen elképesztő szintre lehet ezt kihúzni. Nagyon tetszik az iránya, hogy csapatösszetétel támogatják és az egyes szerepekre szabad szetteket hoznak ki, reméljük maradnak is ilyen táposak. PvP-ben is lesz változás, globálisan 20%-kal csökken a fegyverek sebzése, Extraban 15-tel az AR, 5%-kal a rifle, 10%-kal az SMG. Egyedül a sniper kap buffot, 12%-ot, de a globális nerf miatt az is kevesebbet fog sebezni. Csökken a bleed sebzés hiveból, mortárból és seekerből 75%-kal, csökken a pestilence PVP sebzése 10%-kal, az M1 AI pedig 5%-kal. A dupla csövű kap egyedül buffot, 20%-ot. Ezeket a változásokat azzal indokolták, hogy egyébként ugyanezek a fegyverek alapból buffot kaptak, szóval az egész végén nem kéne, hogy olyan drákói legyen a változás. További PvP balansz a PTS 2-ben érkezik. Ezt mind megnézzük a hétvége folyamán, szóval érdemes lesz benézni, és rányomni a Twitch.tv Dangerre is, Tényleg, mert a közeljövőben lehet, hogy Zerit fog hallgatni, vagy például a maffiával fogok játszani, amit nem fogok tudni YouTube-on streamelni. Szóval nem akartok lemaradni semmiről, akkor érdemes, ha pedig tetszett a videó, nyomjatok a like-ra. Ha akartuk majd teszteket és buildeket, akkor bök a subscribe-ra, már olyan közel a 2000 Hajrá, srácok, Köszönöm szépen a figyelmet, remélem hétvégén találkozunk. Sziasztok!